A megyében férfi kosárlabdában utoljára a Nagykálló szerepelt a sportág harmadik vonalában, ahol korábban a nyíregyházi KK is indított csapatot, még korábban pedig a TK és az MG gárdái játszottak nem is kevés nézőt vonzó meccseket az NB2-ben. A legutóbb éppen a Nagykállót irányító Kovács Tibor által vezetett együttes a többi csapat és a szövetség hozzájárulásának köszönhetően 12.-ként csatlakozott az NB2 keleti csoportjának mezőnyéhez. A néhány rutinosabb kosarassal megerősített fiatalokat felvonultató Sunshine Nyikse nyitányként Szolnokon 87-61-es vereséget szenvedett, majd idegenben 85-79-re legyőzte a Deac második csapatát. Ezzel a mostani csapatunkkal, amit reális célként tűzhetünk, egy jó középmezőnyben tudunk végezni. Vannak nagyon erős csapatok, akiknek nem titkolt célja az, hogy NB1B-be jussanak fel, illetve vannak olyan csapatok, egyrészt utánpótlás csapatok, ahol a cél az, hogy fejlődjenek a játékosok, de még nincsenek fizikálisan, se technikai, taktikai tudásban olyan szinten, hogy nagyon jól szerepeljenek még egyelőre, illetve vannak olyan csapatok, 2-3, akik már egy kicsit már kiregedő félben, levezetéskép, egy városban összejöttek az, hogy kosarazzanak, és NB2 szinten kosarazzanak, de minden tisztelet és elismerés az ellenfeleknek, de mi próbálunk azért több csapatot megverni, lehetőség szerint, és minimum a középmezőnyben végezni. A nyíregyházi csapatnak a későbbi csatlakozás miatt a következő 3 hónapban 20 meccset kell lejátszania, ebből 2 a hétvégén le is tudnak Horváth Bencéjék. Pénteken 18:30-tól a Miskolc második csapatát, szombaton 11 órától pedig a Debrecen 2-t fogadja Kovács Tibor együttese a Vescsik csarnokában.